Szép jó estét kívánok minden kedves Karma Televízió nézőnek. Mai beszélgető társam Kalló Jenő, polihisztor, okkultista, spiritista, asztrológus, szimbólumfejtő, párterapeuta, jó, nem sorolnám tovább, mert azt hiszem még legalább 25-öt kihagytam. De most maradjunk az asztrológiának. Magyar Asztrológusok Szövetségének az elnök. Igen. Annak az apropójából voltál itt egy-két hónapja körülbelül, hát nem tudom. Karácsony előtt nem karácsony sokkal. Előtt, igen. Nos, hogyha már ugye egy asztrológus ül itt velem szemben, akkor január van, 2013 immár, mi lesz? Hát nem tudok túl reményt keltő dolgokat mondani sajnos. Nem már. De tényleg nem. Na. Hogy nagyjából a kedves nézők érzékeik 1929-től kb. 36-ig volt egy olyan állás, amit két bolygó, két égitest képviselt elsődlegesen, és ez a Plutó és az Uránusz volt. Most azóta ez a két égitest egy hasonló helyzetbe került, és ez azt jelenti, hogy az az ominózus hét szűk esztendő, amit úgy talán némelyeknek a fülében cseng ez a gondolat, most már csak az a kérdés, hogy melyik évtől számítjuk. Ha 2008-tól indult be nagyjából Magyarországon, akkor az úgy 15-ig ez benne van a pakliban. Még nincs vége. Sőt, azt kell mondanom, hogy még lesznek nehéz szakaszok ebben az évben. Ez világviszonylatban vagy? Ez az egész világra nézve. Ez az egész világra. Tehát itt ez nem konkrétan csak Magyarországra nézve. Magyarországra nézve az a jelentősége a dolognak, hogy a magyarság a Kárpát-medence területileg a nyilas jelébe tartozik. Ezt lehet, hogy aki egy picit ismerősebb ebben a körben, az már ezt hallotta. A nyilas jelnek az uralkodó szimbolikus bolygója a Jupiter. És ebben az évben, az év második felében a Jupiter el fog érni ehhez a Plutóhoz és az Uránuszhoz egy nagyon negatív pozíciót. Tehát úgy mondhatnám, hogy lehet, hogy egy picit az év első fele nyugisabb lesz, a második fele nem. Háborúskodás is elképzelhető, nem, vagy nem. Azért annyira inkább, nem? Inkább én azt gondolom, hogy ha most a dolgok realista oldalak felől közelítek, szerintem lehet, hogy egy picit hamarabb fog beindulni ez a következő választási kampánya, 2014, ugye? Hát ezért az azért, és ősszel szerintem itt már torokszorító lesz. Hát hangulatilag nem jó. Tehát már eddig se, és nem is értem, hogy azt fejtsük meg, hogyha szabad ilyet nyugodtan kérnem, beszélgessünk, hát hogy amilyen intézkedések vannak, vagy amilyen törvényeket, vagy ahogy, meg amik kiderültek, meg a sok-sok botrány innen is, onnan is, teljesen mindegy. De most ugye az Orbán rezsim alatt, ez nem egy politikai műsor, csak mint asztrológus. Tehát, hogy miért van az, hogy mi más népekkel ellentétben, ahol az egy mikron tizednyi történet, ha történik, akkor ott égbe kiáltott dolgok vannak, és azonnal leváltják a kormányt, és azonnal nem tudom én milyen intézkedések vannak. Mi meg itten így el vagyunk ebbe, és még mindig berzenkedünk, már nem igazán, de még az se. Már nem igazán váltják le. Tehát azért, hogyha visszanézünk a német Schröder botrányra, vagy a későbbi főnökre, vagy megnézzük Amerikában de is, hogy... De voltak ekkora disznóságok, hogy hát azt mondod, voltak elég nagy disznóságok. De az, hogy minden nap van egy nálunk, már jó, lehet, hát hogy itt lelkileg már hozzá... Lehet, tehát, hogy a probléma ott kezdődik, hogy éppen most néztem az interneten egy anyagot, több száz milliárd dollárt vittek itt ki az elmúlt 30 évben offshore cégekhez. Tehát na most itt, amit ez az Uránusz és ez a Plutó képvisel, az pont gazdasági jellegű. És ebbe a Jupiter, ami beír harmadiknak, az pedig azt jelenti, hogy szóval a Jupiter pozitív értelemben elsődlegesen az elfogadás bolygója.
és mivel ez egy diszharmonikus helyzetbe került, tehát pont el. Az lesz a probléma, hogy megint egymás torkának esik ez a kicsi nép, pusztán csak azért, mert az egyik oldal meggyőződése, az köszönő viszonyban nincs a másik oldal meggyőződésével, és nem az a fontos, hogy mi együtt magyarok vagyunk, hanem az a fontos, hogy ha te nem azt vallod, amit én, akkor dögölj meg. Igen. És ez itt, egy ilyen magyar átok. Ez egy magyar átok. És elég régi átok, tehát régi. Hogyha nekiállunk a történelemnek, és végignézzük egészen mondjuk, jó, mindegy, mert ugye arról lehet most morfondírozgatni, hogy Árpáddal jöttünk ebbe vagy sem, ebben ja, én mondjuk nem értek jó. egyet, hogy Árpáddal jöttünk be, de ha csak a Géza fejedelemig megyünk vissza, ha csak nézzük az István Koppány sztorit, és igen. onnantól kezdve nagyjából meg se áll a dolog. Tényleg, István Koppány sztori. Így van. Olyan sokan mondják, hogy maradtunk volna Koppány mellett, akkor nem itt tartanak, akkor lett volna egy kis. De mindegy, de az lehetséges? Hát a hogy, környezetünk mindent elkövetett volna annak érdekében, hogy minket összeugrosszon, és mi elképesztő jó alanyok vagyunk erre, és most is ez történik. Tehát gazdaságilag mindent megtesznek annak érdekében, és mindig lesznek olyan kollaboránsok, akik a gazdasági érdeket előrébb helyezik, és elárulják végül is a nemzetet. Igen, vannak a, így lehet nézni interneten ezeket az összeesküvés elméleteket, amiben én úgy gondolom, hogy van igazság alap, mely szerint 3-4 család kezében van, akik mindig csinálnak egy ilyen gazdasági válságot, ők abból lefölözik a történetet, aztán kirobban valami, és akkor ők járnak jól, és ezért nem tudom én, vagyunk most már 7 milliárdan körülbelül a Földön, hát és abból mondjuk 5 milliárd, az biztos, hogy... Hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy a Bill Gates kimondta, hogy nem kell ennyi ember, és különböző megoldások vannak arra, hogy hogy mehetnek el az emberek. Tehát most csak attól félek, hogy mi így most nagyon elmegyünk a igen, ne is menjünk ebbe, ne is menjünk. Egy biztos, de az lehetséges, nem lesz hogy a... sokkal... Jobb, mint most. Ez a 2013. Sőt, a második fele egy kicsit még nehezebb. A második fele ránk nézve, magyarokra nézve, még egy picit problematikusabb lesz. Ó, Istenem. Annak apropóján is ülünk itt együtt, hogy 18-án, e hónap 18-án, este 6 órakor, jövő héten pénteken, előadást fogsz itt tartani a Bogdáni út 1-be, itt a Karma igen. televízió színpadán, amire egyébként sok szeretettel várunk mindenkit, tehát 18-án este 6 órától Kalló Jenő fog előadást tartani. Miről? Hát az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon régen kezdtem el foglalkozni az asztrológiával, és rögtön, ahogy beleástam magam ebbe a témába, az egyik kedvenc témám az asztrológiának és a betegségeknek, a betegségek létrejöttének az összefüggéseit vizsgáltam, rengeteg embert, illetve rengeteg beteg embernek a elemzését, illetve a horoszkópját láttam, és aztán megszületett bennem egy olyan fajta gondolat, aminek a vége az lett, hogy megírtam a könyveimet a Gyógyulás Szelencéje címmel, ami arról szól, de végül is én itt nem asztrológiáról szeretnék 18-án beszélni, hanem azokról a lelki problémákról, amelynek a következménye egy testi tünet, egy testi betegség. Tehát az a véleményem, hogy a betegségeinknek lelki oka van, minden betegségünknek, kivétel nélkül, teljesen mindegy, hogy már utána hogy diagnosztizálják. Tehát az anyag elváltozása az először a lélek traumája. A lélek szenved egy traumát, érzelmi, hangulati, tarthatatlan stressz helyzetek előidézik azt, hogy elkezdődik a testünkben egy fizikai változás, és ennek a fizikai változásnak a következménye valamilyen fajta tünetcsoport, egy konstatált, tehát egy diagnosztizált betegség. És hát én arra gondoltam, hogy talán a nagy érdemű közönség az tudna profitálni abból, hogyha megosztanék egy-két gondolatot ezzel kapcsolatban. És ezért én úgy is szeretném, hogy az első felében tartanék egy általános ismertetőt, egy előadást, az összefüggéseket próbálnám elmagyarázni, és a második részében interaktív
formába szeretném ezt a dolgot átvinni, tehát egy beszélgetéses formába, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik esetleg szívesen szembenéznének azzal, hogy mit nem akartak észrevenni, vagy mit nem akartak tudni. Igen, a kérdés csak az, hogy megvan mondjuk, hogy mitől van az a betegség. Rájön az illető, hogy mondjuk a stressz okozta azt az elváltozást. Hogy lehet, tehát hogy van-e valamilyen gyakorlati útmutató, csak a stresszről beszéljünk akkor most, ne merítsük ki a te előadásodat, ami majd lesz 18-án, de mondjuk hogy lehet kikerülni? Hát nem élhetek búrába. Itt megint az asztrológiának van óriási szerepe, mert az asztrológián keresztül megérthetjük önmagunkat, tehát önismeretre tehetünk szert, és utána a következő lépés egy nagyon erős tudatosítás. Aha. Tehát amikor én velem tört, hát ugye most hogy telik a napom? Felkelek az ágyból, mit tudom én, reggelizem, vagy nem reggelizem, elmegyek a munkahelyre, vagy van társam, vagy egyedül élek, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy különböző hatások érnek. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottam a szememet, különböző hatások érnek a világból. Ezekre a hatásokra én vagy reaktívan válaszolok, vagy előveszem a saját kreativitásomat, kezdeményezőkészségemet, és megpróbálok ebből valami pozitív dolgot csinálni. Talán a kedves nézők is ismerik Maurice Maeterlinknek a nevét, aki a Kék Madárnak volt a szerzője. Maeterlinkről kevesen tudják, hogy ő egy filozófus volt, tehát ez a meseregény az neki egyfajta mellékterméke volt az életének. Nem rossz értelemben mondtam ezt a szót, hogy mellékterméke, és ez az úriember rengeteg könyvet írt filozófiai tárgyban. Az egyik ilyen ismert könyve azt a címet viseli, hogy a bölcsesség és a végzet. És valahol ugye a 46. oldal tájékán írja a következőt, hogy képzeljük el, hogy egymás mellé állítunk 10 embert, ugyanazzal az élettörténeti helyzettel mindegyiknek meghalt az édesanyja. Az esemény maga ugyanaz. A megélési szintek, síkok, tudatállapotok, 10 félék. Ez így van. És erre mondja ki, utána szerintem, erre szoktam azt mondani, hogy sokszor, hogyha van egyetlen olyan mondat egy könyvben, ami nagyon ütős, akkor lehet, hogy ezért az egy mondatért érdemes volt azt a könyvet. Erre szoktam azt mondani, hogy Shakespeare, ha semmi másért nem született meg, a színház az egész világ, és színész benne minden férfi és minden nő, ezért megérte. Uh-huh. Mert akkora igazságot mond. Többér is talán, igen. Na, értem. Most én nem azt mondtam, hogy ennyi és az. És amikor az. Ott van az a 10 ember. Azt mondja Maeterlink, bocsánat, csak, ja, még a, csak azt az egy mondatot még hagyd mondjam. Nem az a lényeges, hogy milyen események érnek minket, hanem az, hogy hogyan éljük meg azokat. És itt ér össze a kérdés, a tudatosítás. Tehát ha én tudom kezelni a magam életét, tudom kezelni azokat a kívülről jövő hatásokat, amelyek érnek nap mint nap, ha el tudom helyezni idézőjelbe a megfelelő fakjaimba, a megfelelő polcokra, a megfelelő kis rekeszeimbe, hogy itt miért engem és ott miért engem, és akkor még ezt meg lehet oldani egy nagyon-nagyon fontos dologgal. Milyen lenne, ha elfogadnánk azt, hogy bármi, ami történik velünk, az értünk történik, még akkor is, ha most számunkra kellemetlen, de egy tanítás az élettől, hogy többé váljunk. Igen, ez nagyon fontos mondat volt. És akkor nincs stressz. Akkor feldolgozzuk ezt a problémát. Igen, helyén kezeljük. Mondhatjuk így van, is? Tehát óriási jelentőség. Mert benne van egyébként egy olyan dolog is, lelki érettségtől függően, hogy esetleg elhitetem magammal, hogy én ezt most akkor majd a javamra fog válni, és nem is zavar engem, berakom valahogy a tudatalattiba, és ugyanúgy rombol, csak nem tudatosan. Akkor és az akkor az még elnyomom, elfolytás. Az elfolytás, így van. Na, és akkor azt, hogy veszem észre, hogy én elfolytottam, vagy nem? Mert akkor hát, jön a testi tünet. Ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, tehát nyilván én csak a saját hitem szerint tudok itt nyilatkozni. Hát igen. Én nagyon fiatal kölyök voltam, amikor azt tettem fel magamnak, hogy
hogyan ismerhetné meg a lehető legjobban saját maga. És aztán a kezembe került az első asztrológia könyv, és akkor láttam, hogy van olyan rendszer, amely segít engem megismerni, önmagamat megismerni. Tehát, ha napra készen magammal tisztában vagyok, akkor kisebb az elfolytások lehetősége. Az, hogy nincs elfolytás, az kizárt. Carl Gustav Jungnak ugye az egyik nagyon fontos véleménye, hogy mindenkinek van árnyék személyisége. Ugye, ha most csak azt mondom, hogy mindenkinek van egy árnyéka, már pedig van. Ha fény van, akkor árnyék is van. Tehát viszont a drága jó Gyökösi Bandi bácsi, aki egy református lelkész volt, már Isten nyugosztalja, meghalt szegény, sok előadását hallgattam. Az egyik előadásában azt mondta: kedveseim, az árnyék személyiség az az én sötét fele barátom. Fele barátom. Az én sötét fele barátom. Az jó. És hát Jung is úgy volt vele, hogy álmában, és akkor itt egy gyors válasz, hogy nagyon sokat tudnak segíteni az álmaink. Tehát ha én képes vagyok reggel egy papírra vetni, bocsánat, hogy mit álmodtam aznap éjjel, vagy oda teszek magam mellé egy kis füzetet, és hogyha mondjuk teszem azt, ki kell mennem pisírni, vagy felébredek arra, hogy szomjas vagyok, és kimegyek inni, akkor az első dolgom az kellene, hogy legyen, hogy na, akkor még tiszta, akkor még ott van, akkor még bennem van, hogy mit álmodtam, akkor még le tudom írni. De erre megint ugye az a kérdés, hogy megérek-e én magamnak annyit, hogy ezt csináljam? Meg ha csinálom, jól értelmezem-e? Ott is mennyi csapda lehet? Azért, hogy mondjam, vannak ma már olyan kurzusok Budapesten, meg valószínűleg vidéken is, ahol többé-kevésbé az indulást, azt, tehát például én 1980-ban van, ha jól emlékszem, vagy 80, vagy 81-ben egy másik kedves lelkésztől, aki a Jungi Institúton végzettő, a Bodrog Miklós, őt is Isten nyugosztalja, nagyon sokat köszönhetek neki. Az egyik első pszichoterápiás kiképzésem az a Jungi álomanalízis volt. És ahogy elkezdtem hozzá járni, megtanított arra a fajta gondolkodásra, hogy hogyan vegyem észre. Talán nem nagy baj, ha itt egy picit megosztom a kedves nézőkkel, bár elég intim a saját álmomról beszélni, de hát én akkor egy fiatal ember voltam, még 27 éves, vagy 28 éves, és azt álmodtam, hogy elképesztő sodrásban, tehát benn úsztam a tengerbe, de valami iszonytató örvény húzott be magába. És azt éreztem, hogy itt egy olyan árok húzódik, ami árok valójában a csendes óceán legmélyebb árka, a Marianna árok. És hát próbálok menekülni, de iszonyatosan húz be ez az árok. És akkor másnap éppen volt egy képzés, és mesélem a Miklósnak, hogy hát ezt álmodtam. Miklós kuncog. Mondom, most ne kuncogj már, hát segíts nekem, hogy mi ez. Hát azt mondja, hát figyelj, hát egy örvény húz be. Eleve gondolja arra, hogy miben úszol a vízben. Hát ugye a víz, az te már asztrológusként tudod, hogy az az érzelmek. Oké, jó, világos. Egyébként milyen jellegű szerinted? Inkább maszkulin, inkább feminin? Hát feminin természetesen. Hát oké, onnantól kezdve akkor most mi a nem világos? És hát két húz be az árok magába. A feleségeddel. Azt mondja, húz be az árok magába. És egyszerűen nem akar leesni a tantusz. Miklós már, bocsánat a kifejezésért, röhög. Tehát szó szerint hahotázik. Azt mondja, hát még nevet is adtál neki. Álmodba. Hát mondom, persze, hát a csendes óceán. És akkor egyszer csak így hirtelenében így leesett a tantusz. Ó, de hülye vagyok, Istenem. Hát Mariannának az árka, hát Istenem, hát világos, miért ne vonzon egy 28 éves férfi, de én félek ettől.
ettől. Próbálok az ellenkező irányban úszni. Na de ez egy akkora tudatosítás, és egy olyan gyönyörű dolog, amikor, és az volt a csodálatos, ez nagyon fontos volt, amit megtanított. Soha nem értelmezed be. Mindig olyan ügyesen kérdezett, hogy rávezetett, hogy én döbbenjek rá. És ezt tanította meg nekem is, hogy ha én dolgozom valakivel, sose értelmez be. Mert az a te értelmezésed. Vezesd rá. Igen, a legfontosabb egyébként, aki lelkekkel foglalkozik, személyiségekkel, a kérdés föltevése. Annál, tehát ezt kéne tanítani mindenkinek. De ezt egyébként már gyerekkorban kéne tanítani, a jó kérdések. Többek között ezt szeretném itt megosztani a kedves hallgatósággal, ha elfáradnak ide a jövő héten pénteken, és ezért szeretnék egy picit interaktívabb dolgot. Hogy tudjanak kérdezni. Hogy egyrészt ők is tudjanak kérdezni, másrészt én tudjak segíteni abban, hogy mi van akkor, ha egy picit másképp kérdez rá. Meg nagyon gyakran, amikor így keressük a megoldást, akkor én azt figyeltem meg, hogy az egyén maga kimondja, csak, tehát verbalizálja, csak nem megy át, hogy mit verbalizált. Például egy kedves barátom most a napokban elcsúszott, és nagyon súlyosan megütötte a gerincét. Panaszkodik nekem a telefonba, hogy azt mondja, hát egyszer nem bírok felállni. Nem bírok. Most az álló képességem, mondom, te figyelj, hallod, hogy mit mondasz? Igen, és ott van. Hát mi ütött ki? Édesem, mi ütött ki? Mi volt az, ami téged így megborított? Igen. Mi és az akkor a már meg lehet találni a lelki problémát. Így van, így van. Tehát na, és a balesetnek már, is van. Utána a balesetnek is ugyanígy megvan a lelki összefüggése, ugyanígy. És tovább lehet menni abban az értelemben, hogy például itt mindig több réteg van. Tehát lehet, hogy az első lépésben a felszíni rétegre rálelünk, de nagyon gyakran a felszíni réteg mögött vannak sokkal mélyebb mozgatórugók. Tehát például... És azzal mit kell tenni? Mert az aztán már azért keményebb dió. Hát önismeret, nincs mese. Szóval az első, na most itt két dolgot azért ki kell mondani. Tehát ezen az úton csak úgy lehet elindulni, hogy azt mondom, elfogadom magamat, bármire is jövök rá, szeretem magamat. És ebbe, tehát nagyon sokszor az van, hogy van egy ilyen rózsaszín köt, hogyha elindulok ezen az úton, és akkor majd jól szeretem magam, meg elfogadom magam, és nem veszik számításba, mert nem szívesen veszik számításba, hogy bizony ott van az árnyék fele barátom is, és azt is el kell fogadni. Itt van egy... Jó, hát én ezt pénteken szándékomban áll az elején egy általános filozófiai eszmefuttatást elmondani. Tehát ha abból indulunk ki, hogy az Isten egy egység, és mi az Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, legalábbis szimbolikailag ez hagyományozódott ránk, akkor én egy vagyok az Istennel. Márpedig mindannyian természetesen, tehát nem csak én kondoljen, hanem igen. Mindenki. Igen. Viszont akkor el kell azon gondolkozni, hogy az egység szavunk az egész, és már ott vagyok az egészség fogalmánál, hiszen a ságség az csak főnépképző. És onnantól kezdve el kell döntenem, hogy egész vagyok, vagy beteg. Uh-huh. Ugye a duális világban az alapproblémák nevelési kérdések. Ezzel én nem szeretném bántani a drága szüleinket, de hát próbáltak minket beilleszteni a világba, és leneveltek minket bizonyos dolgokról, de amire leneveltek, és hogyha elég határozott módon tették, akkor mi olyanok azért nem szeretnénk többet lenni, mert elveszítenénk a szüleink szeretetét. Tehát attól a pillanattól kezdve mi, mit tudom én, elég, ha egyszer azt kiabálja rám az apám, hogy megbízhatatlan vagyok, onnantól kezdve a megbízhatatlanságot megbélyegzem. Így van. Csak hogy, és ezt kell tudni megérteni a világ felfogásából, ha elfogadjuk,
Teljesen mindegy, hogy most Istennek vagy bármi másnak nevezzük. Tehát ha elfogadjuk, hogy ez a világ egy teremtett világ, hogy ezt egy mesterséges intelligencia, vagy hogy mondjam, egy rajtunk kívülálló erő létrehozta, akkor el kell fogadnunk, hogy benne van a megbízhatóság és a megbízhatatlanság, és benne van a gyilkosság, és benne van a lopás, és minden benne van, amit mi most tagadni akarunk. Igen, és ugyanígy a csak személyiségünkben. Egy dolog az, hogy elfogadom, hogy ez létezik a világban, és az egy másik dolog, hogy én ezt választom. Mint ahogy azt is mondják, ugye, hogy ne ítélj, azt mondja Jézus, ne ítélj, hogy meg ne ítéltes. Ugyanakkor meg azt is mondhatom, hogy a helyes megkülönböztetésre szükség van. De más dolog megkülönböztetni, ha úgy tetszik elválasztani az ocsut a pejvától, és más dolog megtagadni valamit. Tehát azokból lesz az árnyék, amit megtagadtunk. És mivel a teljességben minden jelen van, ezért vissza akar hozzánk jutni minden. Ezért mondok egy példát. Ha elloptam egy, mit tudom én, almát a zöldségestől, és elmondja nekem azt a drága jó anyám, az mondjuk az 5 éves gyereknek, hogy ez egy nagyon csúnya dolog volt, ilyet soha többet ne csinálj, onnantól kezdve én a lopást elítélhetem, és mindent, ami ezzel kapcsolatban van, elítélhetek. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy üptre-főre találkozni fogok a sorsomban a lopással, engem állandóan meg fognak lopni, és azért, hogy ezt a fajta felfogásomat átdolgozzam. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve el kell fogadnom azt, hogy én lopjak, hanem azt jelenti, hogy el kell fogadnom, hogy a világ mindenség része a lopás is. Óriási. Ez gyönyörű. Ez a különbség. Sokat ne beszéljünk még a 18-ai témáról, hogy azért maradjon, bár nem féltem egy picit sem, de hogy azért remélem, hogy a kíváncsiságukat felkeltettük, és sokan ellátogatnak ide a Bogdáni út 1-be. Viszont egy másik nagyon érdekes téma, ami lehetséges, hogy aztán majd egyszer egy előadás formájában találkozhatunk vele, ez a Párom a tükröm címszó alatt, ez nagyon érdekes. Igen. Az utóbbi, egyébként ez így van. Az utóbbi években a hozzám forduló emberek, tehát hogyha most hirtelen kéne egy statisztikát csinálni, hogy mivel van az embereknek leginkább gondjuk, az egészség mellett, a párkapcsolattal, vagy abban az értelemben, hogy aki van azzal, vagy abban az értelemben, hogy volt, de már nincs, és borzasztó az egyedüllét. Tehát általánosságban elmondhatjuk, hogy ez is egy kortünete a 20. század második felének és a 21. század első évtizedének, hogy teljes csőd van a párkapcsolatok terén. Hát szerintem egy pár estét biztos el tudnánk erről beszélgetni, hogy mik vannak ennek a hátterében, tehát itt benne van a nők évezredes elnyomása, benne van a... Szóval sok minden benne van, most én ebbe azért annyira nem mennék be. És akkor, amikor ezeket úgy végig gondoltam, akkor ebben még az is benne volt, szintén a magánéletemből egy részletet mondanék. Most már több mint 40 éves házasok vagyunk a feleségemmel, de mielőtt még ezt a képzést elindítottam volna, nekünk is ki volt írva egy válóperes tárgyalás. Aztán átbeszéltük ezt a kérdést, és úgy döntöttünk, hogy újraépítjük a kapcsolatunkat. És ez... most már 6. éve, és nagyon jól érezzük magunkat ebben az újraépítésben, és ezért merészeltünk felbátorodni, hogy hát elkezdjük ezt megosztani, hogy van megoldás, tehát hogy meg lehet találni a közös megoldást. Erre szoktam azt mondani, hogy ha egy párkapcsolatot egy kandalónak tekintünk, ha a kandalóban van parázs, akkor még abból lehet lángot hogy létrehozni. Ha már hamu van, akkor abból már nem. Tehát én nem vagyok minden áron összetartó párti, viszont arról meg eleve szeretem lebeszélni az embereket, hogyha hirtelenjében ráléptek a tyúkszemükre, idézőjelbe, akkor nem biztos, hogy ezért rögtön el kéne válni. Nagyon sok embernek
ott van a Biblia, nem tudom, hogy ezzel egyetérte, hogy más a szeretet nyelve, mint a partnerének. És akkor ezt elmennek egymás mellett, de hogyha ezt tudnák, hogy van ilyen, és megosztani, hogy nekem az, hogy megsimogass, nem akarom az, hogy néha hozzám ér. Neked az, hogy amikor te valamit csinálsz, akkor én ott legyek legalább. Mert én eddig ezt nem vettem észre, hogy neked ez fontos. Hát, tehát, hogy más a szeretetnyelv, és emiatt egy csomó párkapcsolat, ugye zsákutca. Összeállítottam egy tematikát, és több mint 74 órában egy képzést vezetek most, Párom a tükröm címmel, ami pontosan arról szól, amit szerintem a középiskolában meg kellett volna nekünk tanítani. Ezeket mind, amiről most beszéltünk végig. De annyira, hogy először ott kezdeném, hogy ma már, amikor teljesen egyértelmű biológiai és pszichológiai kutatások alapján kimondható, hogy másképp van berendezve egy női agy és egy férfi agy, ezt meg kéne tanítani a fiatal srácokkal és a fiatal lányokkal. Igen, és hogy kommunikáljon a két bolygó, ugye az egyik a Vénusz, a másik a Mars. Van is egy ilyen könyv, a férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról. Így van. És hogy azért én nagyon sokszor kedvenc szórakozásom, hogy figyelem az embereket, nagyon sokszor tudom, hogy ki a, mit tudom én, már 3 év fölötti házas, most ülnek mondjuk egy étterembe, így. Uh-huh. Borzasztó. És semmi közük egymáshoz. Nem tudnak, ugye férfiaknak, én a női oldalról tudom. Igen. Tehát a nő unalmas, a számítógépről beszél, a műszaki dolgokról, kit érdekel, a politikáról. Oda nem jönne meg sem a már férfi oldal. Állandóan lelkizni kéne vele, nyafog, csicsereg, és simogatás, meg ilyen babusgatás, meg hát ebből kinőttünk. De most ezt a két teljesen különálló világot kellene valahogy ugye összehozni. Szerintem teljesen szinkronban látjuk a dolgokat. Itt azért még egy fantasztikus dolgot mondanék, amit rögtön az elején el kellene dönteni. A társam, az a társam, vagy a birtokom? Hát, meg a társfüggés. Így van. Az attól a pillanattól kezdve... Tehát mi ez a társ szó? Így nem van. Is tudjuk. Így van. Most csak az enyém, az én férjem, az én... A férjem, izém, a feleségem. A tiszta birtok viszont. Már nem mehetsz ki az utcára, meg hánykor jössz haza, meg a más... Leválasztom a barátokról, ugye, nagyon gyorsan. Enyém vagy enyém, igen. Hát igen. Ugye azt mondják a németek, hogy Leben und Leben lassen, élni és élni, igen, hagyni. Igen. Hát úgy nem lehet, igen. Ha egy kapcsolat túl szoros, abban a ketten belefulladnak. Ha meg túl távoli, akkor vége. Meg azért megy tönkre. Persze. Tehát meg kell találni, persze erre nincs magyar szabvány, tehát itt beszélgetünk róla, de nincs. Tehát, ugye én erre szoktam mondani poénkodva, hogy ül egy férfi, tehát képzeljünk el egy jelenetet, ül egy férfi otthon az asztalnál, vagy mit tudom én, a fotelbe, kezében egy újság, megjön a feleség, és azt mondja, hogy most nézd meg, hogy elrontotta a fodrász a hajamat. A nők együttérzésre, empátiára vágynak, a férfiak gondoskodásra. Ha ezt tudja a két ember, akkor ezt a kérdést fogják tudni kezelni. Így van. Manapság mit szoktak a férfiak csinálni? Mondok 5 típusmondatot. 5 típusmondatot, amitől a nő szó szerint lekaparja a saját arcát, és rosszul van, hogy lehet ilyen bunkó a férje. Igen. Az első mondat, kész van már a vacsora? Tehát mintha meg se hallotta volna, hogy mit mondott az asszony. Uh-huh. Másik típusmondat, szép vagy te így is? Igen, igen. Harmadik típusmondat, most mit vársz, menjek veled vissza, és kérjük vissza a pénzt? Uh-huh. Negyedik típusmondat, már múltkor is mondtad, hogy ez a nő elszúrja a hajadat. Hogy lehetsz olyan őrült, hogy megint hozzámész? Igen. Na most, mi lenne a megoldás? Nem lehet, hogy a férfiaknak a női oldalukat egy kicsit föl kéne vállalni, és ugyanígy a nőknek a férfi, és akkor már így közelebb lennénk? Csak mind a kettő így nagyon... Nagyon külön akar lenni, vagy mi? A nézők nem tudják, hogy mi nem beszéltünk össze, pedig nem beszéltünk össze, de hihetetlenül szinkronba vagyunk. A probléma, ez egy teli találat kérdés volt. Most kell visszamenni ahhoz a lépéshez, hogy az anyánk és az apánk.
Mert amikor egy párkapcsolatba bemegy két ember, akkor hatan mennek be. Mindenki beviszi az apját és az anyját. Tehát azt hiszi a drága hölgy és a drága úr, hogy ők ketten laknak egy lakásban, nem, ők hatan laknak. Nézd ott lakik meg a két az anyját, anyós. Vedd el a lány, nem véletlenül. Van, nem véletlenül. Nem véletlen. Pontosan igen. Olyan lesz. Egyébként én ezt már felnőtt fejjel tudtam persze, hát akkor még nem, hogyha mondjuk a partnereim szüleit megfigyeltem volna, és az ottani családot, amit én le is vettem, akkor de nem következtettem arra, mert a nő milyen, majd én megváltoztatom, ez a legnagyobb hiba. Nem vettem ide bele az agyamba, hogy innen például mondjuk menekülni kell, mert ebből jó nem sül ki. Hát arról nem beszélve, hogy itt két szocializáció találkozik. Hogyne, és mekkora nagy különbség, világok. Világok. Két világ, totál. Teljesen. Totál. Azért össze lehet hozni, mert van rengeteg ellenpéldám, amikor még 80 évesen is kézen fogva 60 év után, és imádják egymást. Hát nagyon ritka. Én ezt a képzést azért tartom, mert hiszek abban, megint, hogy megfelelő tudatosítással, magamat észrevéve, megfigyelve, tehát most, ha most ezt az újságos szituációt mondom. Igen. Mit mondhatna ez a drága férfi? A sztori ugyanaz. A férfi ott ül, a nő megérkezik, nézd meg, hogy elrontotta a hajam, a fodrász. Gyere, édesem, ülj le és beszélj róla. Uh-huh. És a pasi fél órát kellene, hogy képes legyen arra, hogy nem szól közbe, csak hallgatja. Igen. A nő fel van töltve érzelmileg, volt egy rossz hangulati hatás, van egy mínusz állapot, a férfi elfogadja, az közben energetikailag őt feltölti, secperc alatt imádlak, olyan édes vagy, pasi kap két puszit, pont erre vágyik, olyan vacsorát csapok neked itt össze pillanatok alatt, hogy megszólal. Igen, az viszont ott van még a másik probléma, hogy amikor beszélünk, vagy beszélsz erről, akkor jó esetben ugye a hölgy tag van ott az előadáson. Na most, hát ez párterápia. Most nagyon boldog vagyok, mert majdnem kiegyenlített a férfi és női arány. Nem akartam elhinni, amikor jöttek be a pasik, jaj, de jó. Hogy hát ez óriás. Vagy hogyha a férfi megy, és a nő otthon nem érti ezt az egészet, mert a férfi mondjuk, ha házaspár megy, az rendben van, de amikor külön mennek, mert az egyiket, ezt a hülyeséget én nem fogok itt beszélgetni. Itt vissza kell térnünk a előadás sorozat címére, aminek azt a címet adtam, hogy párom, igen, a tükröm. És abban a pillanatban, tehát ezt egyébként nagyon gyakran meg szokták kérdezni tőlem, tehát hogy nekem feszítik ezt a kérdést, hogy okay, mi van akkor, ha én most már ezt látom, értem, és a másik nem változik? Igen. Na most erre szoktam azt mondani, hogy itt két esélyes a dolog. Mi egymás mellé azért is kerülünk, mert mindig tanítjuk egymást. És azáltal, hogy tanítjuk egymást, elképzelhető, hogy eljutunk oda, hogy a második osztályba léphet. És nem biztos, hogy az elsős osztályfőnök tovább visz minket a másodikból. Lehet ott, hogy hát egy új osztályfőnökünk van, most viccesen ezt mondanám. Tehát két lehetőség van. Ha jól működik egy párkapcsolat, akkor nem csak az egyéni fejlődés tud benne újból és újból megújulni, hanem egymást is hol húzzák, hol nyomják, már pozitív értelemben támogatják. Tehát ez olyan, mintha a Pantheon felé mennénk egy csodálatos hosszú lépcsősoron, és megfognánk egymás kezét, és hol az egyikünk húzna egyet a másikon, hol a másikunk. Hát azért az is egy ismert tény, már legalábbis jó pár évszázada, amikor a franciák azt mondják, hogy cherchez la femme, hát minden sikeres pasas mögött ott egy nő, hát nyugodtan merem mondani, hogy nincs, tehát ha egy pasi mögött nincs egy női támogatás, akkor abból a pasiból egy roncshalmaz lesz. Tehát a nőknek abszolút oda kéne arra figyelni, hogy ezt az egész életet, ezt az egész világot valójában ők tartják fenn. Szó szerint is, hiszen ők szülnek. Igen. Ők látnak el. Viszont, hogyha
ha az egyik csak húzza, látszólag, aztán ő másik még mindig visszazuhan, akkor valószínű, hogy van egy sáv, amin ha kívül esik ez a történet, akkor óhatatlan a szakítás. Akkor viszont azt akkor kell mondani, hogy figyelj csinálni. Édesem, akkor eddig tartott, ami köszönöm, így van, ennyi. Eddig tartott, ami kettőnk útja, nincs tovább. És nagyon-nagyon sokszor, igen, amikor azt mondtad, hogy a párom a tükröm, nekem az jutott eszembe, hogy de meddig. Mert vannak szakaszok. Amíg tényleg csak addig, amikor már annyira kényelmetlen benne lenni, igen. Hogy akkor ott már mind a kettő látja, belenézni. Hogy ez már tarthatatlan. Igen. Ez nagyon érdekes téma, és mindenkit szerintem nagyon érdekel. Hát lehet, hogy egy másik alkalommal, ha kapok egy meghívást, akkor erről tartok egy előadást. Az egészen biztos, úgyhogy majd vest föl, légy szíves itt a vezetőségnek, mert erre biztos, hogy nagyon sokan jönnének. A másik pedig, ami szerintem hát rettenetes, de ez lehet, hogy csak én vagyok így, és nem úgy, hogy élem is, amit mondok, hanem csak úgy csodálkozom, mint egy kívülálló, a társfüggés. Na jó, hát a dependencia szakmailag ugye így nevezzük, a függőségek tana, és hát ezt azért, ha belemegyünk manapság, akkor azt látjuk, hogy itt minden van. Hát az angolok nem véletlenül nevezik munkaalkoholizmusnak, tehát az is egy függés. Minden. Amikor valójában belemenekülök a munkámba, mert a munkámon keresztül tudom, egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy a legtöbb függőség mögött önbizalom hiány van. Tehát ez meg ezt fedi el. Van egy függőség, és közben valójában van egy elképesztő mínuszom a saját magam megítélésére. De annyian vannak, hogy jó, nem sikerült a párkapcsolatom, akkor most nekiindulok a munkának. Nem is érdekel engem, majd ha jön valaki, addig én legalább ezt ez csináljam jól. De ez egy menekülés. Hát tehát a kettőt itt... nagyon sokszor, hány embertől hallottam, hogy vagy a párkapcsolatom működik, vagy a karrierem. A kettőt nem tudom összehozni. Nem, hát, mert ez így szokott lenni. Mert az alapprobléma mindig ott van, hogyha én nem vagyok tisztában saját magammal, ha én nem értékelem kellőképpen magamat, akkor annak az a következménye, hogy állandóan kívülről várok megerősítést. Vagy a munkámon keresztül, hiszen ott a produktum, amit létrehajtok, ott pillanatok alatt akár a fizetésemen keresztül is látszik, hogy mennyit érek a halpiacon idézőjelben. A másik esetben meg hát az asszonyka vagy a férj, az meg fogja mutatni akár nonverbálisan, akár verbálisan is, hogy most én kellek vagy nem kellek, fontos vagyok vagy nem vagyok fontos. És ezek például a párkapcsolaton belül külön függések vannak. Van ilyen, hogy romantika függőség. Van ilyen, hogy szexuális függőség. Ez a szeretet nyelv. Valakinek ez kell, valakinek az? Hát most ugye, ha most én, mint férfi nyilatkoznék, számunkra mi a legnagyobb elfogadás, amit meg tudunk tapasztalni? Hát felnőtt embereknek nyugodtan mondhatjuk, hát felnőttek vagyunk, már nem gyerekek. Hát ha ott van előttem a feleségem, vagy a párom, aki úgymond nedves hüvelyel vár engem, az maga az elfogadás. Ezért van az, hogy egy csomó férfi, tehát például nagyon sokszor egy kapcsolat attól is tönkre tud menni, hogy egy nő, akinek nincs szexuális problémája, nem lehet azt mondani, hogy túl gátlásos, vagy nincs elég szexuális, egy egészséges szexuális étvágya rendelkezik. A pasi viszont, az kórosan függő, és állandóan azt akarja. Igen, ez is egy csomó. És akkor hát egyszer csak probléma. A nő kezdi kapizsgálni, az elején ugye egy nő számára, és hát itt lendületben van, jó. Meg heves, igen. Meg udvaró, meg mit igen. Tudom én, ez hát oké, eltelik egy-két év, megszületik esetleg egy gyerek, vagy mit tudom én, hát mi van? Hát nem vagy képes egy picit várakozni, vagy hogy van ez? És akkor kezdi el kapizsgálni, hogy hát ő valójában csak egy eszköz. Egy eszköz, egy állandó megerősítés arra, hogy ez a férfi ismét értékesnek vagy szerethetőnek élje meg saját magát. De ez kívülről nem jön. Tehát vagy magunk elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy kellőképpen szerethetőek vagyunk, és ekkor válik érthetővé Jézusnak az a mondata, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Nem tudjuk a fele barátunkat megfelelően szeretni, ha magunkat nem szeretjük. Igen. Itt kezdődik az egész. Nagyon szépen köszönöm.
jó végszó volt, hogy így kezdődik az egész. Köszönöm szépen, remélem, hogy sokan jönnek 18-án. Megpróbálok én is itt lenni, de nem ígérhetem. Nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek is, hogy ma is velünk tartottak, és hogyha tetszett ez az adás, akkor remélem, hogy 18-án itt lesznek velünk. Minden jót, aludjanak jól, álmodjanak szépeket, a viszontlátásra, minden jót!